Sziasztok! Elképesztően izgatott és ideges is vagyok egyszerre, már csak azért is, mert hogy másodjára veszem fel ezt a videót, de most nem ez a lényeg. Nagyjából 6,5 éve írom a blogot, illetve csinálok videókat, és egy ideje már gondolkozom azon, hogy mire tudnám használni azt, hogy ilyen sokan nézitek a videóimat. Elképesztően hálás vagyok azért, hogy követtek, és bízom benne, hogy a videóim hasznosak nektek, és hogy segítséget nyújt bizonyos témákban, de szeretnék végre kézzelfoghatóan is segíteni. Már megfogalmazódott bennem egy ideje az a gondolat, hogy szeretném úgymond valami hasznosra fordítani azt, hogy ilyen sokan követtek. Szeretném valamilyen problémára felhívni a figyelmet, és veletek együtt közösen segíteni. Azt gondolom, hogy óriási felelősséggel jár az, hogyha az embert sokan nézik és követik, és nagyon nem mindegy, hogy ez a népszerűséget, vagy nevezzük akárhogyan. Szóval nagyon nem mindegy, hogy ezt mire és hogyan használja. Szóval egy ideje már gondolkozom azon, hogy szeretnék valamiféle adománygyűjtést szervezni, és veletek együtt közösen segíteni olyanoknak, akiknek szüksége van rá. És azt nem azért szeretném megtenni, hogy utána majd elmondhassam magamról, hogy én mennyire király vagyok, hogy jótékonykodok, meg adománygyűjtést szervezek, hanem azért, mert szeretném megmutatni azt, hogy ilyesmire is lehet használni azt, hogyha az embert sokan követik, és nagyon bízom benne, hogy sikerül többeket megmozgatnom ezzel az adománygyűjtéssel. Na de akkor térjünk a tárgyra, hogy pontosan miről is van szó. Néhány héttel ezelőtt a Twitteren megosztott valaki egy cikket, ami a menstruációs szegénységről szól. Ez igazából röviden annyit jelent, hogy nem csak Magyarországon, hanem más országokban is létezik az a jelenség, hogy lányok, nők nem mennek iskolába, vagy éppen dolgozni akkor, amikor menstruálnak, ugyanis nem engedhetik meg maguknak azt, hogy betétet vagy tampont vásároljanak, mivel ezek nagyon drágák. Ahogyan mondtam, ez nem csak Magyarországon létezik, hanem más országokban is. Viszont vannak olyan országok, ahol ennek a problémának a megoldásának az érdekében történtek már változások, például csökkentették a női egészségügyi termékeknek az áfáját, de sajnos hazánkban erre még nem született megoldás. Én amikor elolvastam ezt a cikket, őszintén szólva teljesen ledöbbentem, mert én bele sem gondoltam ebbe, hogy valahol tényleg ez ilyen jellegű problémát jelent, hogy valaki gyakorlatilag kimarad napokig az iskolából azért, mert menstruál, és mert nem engedheti meg magának azt, hogy vegyen akár csak egy csomag egészségügyi betétet. Bennem akkor így elindult valami, és éreztem azt, hogy ez az a vonal, amin nekem el kell indulnom. A cikkben nyilatkozott az Igazgyöngy Alapítvány igazgatója is, L. Ritók Nóra, akivel én felvettem a kapcsolatot, hogy szeretnék egy gyűjtést szervezni az alapítvány javára, és ő nagyon megörült ennek. Úgyhogy igazából már csak annyi volt hátra, hogy keresnem kellett egy helyszínt, ahol ezt az egész gyűjtést vagy adományozást le tudjuk bonyolítani, és ekkor írtam ki egy posztot a Twitterre, illetve Instastoryba is, és ezután nem sokkal írt rám Zsófi, a Kicsikék Cupcake Bárnak a tulajdonosa, hogy olvasta a kiírásomat, és hogy nagyon szívesen segít, és felajánlotta, hogy a Kicsikékben lebonyolíthatjuk ezt az adománygyűjtést, és én elképesztően boldog voltam, mert hát megmondom őszintén, hogy ekkor vált az egész így kézzelfoghatóvá, hogy úgy tűnik, hogy össze fog jönni ez az adománygyűjtés, és hihetetlenül izgatott lettem. Jöjjenek akkor az adománygyűjtésnek a pontos részletei. Tehát a gyűjtés 2018. július 17-e kedd és július 21-e szombat között fog zajlani, tehát kettől szombatig a Kicsikék Cupcake Bárnak a nyitvatartási idejében. Ezt be fogom tenni a videó alatti leírásba. A 6. kerületben a Jókai utca 1-es szám alatt található, úgyhogy szerintem viszonylag központi helyen van, úgyhogy remélhetőleg sokak számára könnyen megközelíthető lesz. Tehát 5 napon keresztül fog zajlani ez az adománygyűjtés, és kifejezetten menstruáció alatt használható egészségügyi betétet szeretnék gyűjteni. Azért ezt,
mert amikor megkerestem az Igazgyöngy Alapítványnak az elnökét, ő is mondta, illetve az alatt a cikk alatt, amit olvastam, ott is voltak olyan jellegű kommentek, hogy például menstruációs kehellyel tök jól meg lehetne oldani ezt a problémát, hiszen azt csak egyszer kell megvásárolni, és utána azt évekig lehet használni, illetve többen javasolták a mosható egészségügyi betétet is. De az alapítványnak az elnöke megírta nekem, hogy sajnos egyik sem igazán járható út, ugyanis ez a menstruációs szegénység általában mély szegénységben élőket érint, olyan családokat, akiknél mondjuk még a víz sincsen bevezetve, már pedig egy menstruációs kejhet vagy egy mosható betétet vízzel ki kell mosni, tehát ez sajnos nem megoldás. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy kifejezetten menstruáció alatt használható egészségügyi betétet szeretnék gyűjteni. A tampon az egy olyan dolog, hogy nem mindenki szereti használni, úgyhogy azt is inkább kizárnám. Az, hogy milyen márkájú, milyen típusú betétet vesztek, ezt teljes mértékben rátok bízom. Nem az számít, hogy mennyiért veszitek, hol veszitek, hány darabot vesztek. Nyilván, ha valaki több csomaggal is tud vinni, annak még jobban örülök, de ha már csak egy csomaggal is valaki hozzá tud járulni ehhez a gyűjtéshez, akkor én azért végtelenül hálás leszek. Én elvittem egy nagy ezüst színű dobozt a kicsikékbe, ezt mindjárt láthatjátok majd a videóban, és abba tudjátok beletenni a betétet, amit szeretnétek adományozni. Na, itt van a doboz, amiben gyűjteni fogjuk a betéteket, úgyhogy ezt most elviszem a kicsikékbe. Vagyunk a kicsikékben, és itt van a doboz is, amiben bele tudjátok majd tenni a betéteket. Szerintem ez látszani fog egyből gyakorlatilag, ahogy bejöttök az ajtón. Egyébként nagyon cuki ez a hely, úgyhogy nagyon örülök, hogy így gyűjthetjük ezeket az adományokat, és nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz majd ez a gyűjtés. Őszintén megmondom, hogy fogalmam sincs, hogy mire számítsak, nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres ez a gyűjtés, gőzöm sincs arról, hogy mennyi betét fog összegyűlni, de bármennyi is gyűlik össze, azt el fogom juttatni az alapítványnak, és ők pedig a megfelelő helyre fogják ezt eljuttatni. Az alapítványnak a linkjét beteszem a videó alatti leírásba, tehát hogyha bárki szeretné megnézni, hogy ők mivel foglalkoznak, akkor ezt természetesen megteheti. Azt nem ígérem meg, hogy személyesen fogom elvinni az adományt az alapítványnak, mivel Berettyóújfalun található, de abban biztosak lehettek, hogy el fogom juttatni nekik. Na hát így fog zajlani ez az adományozás, tényleg elképesztően izgatott vagyok, és fogalmam sincs, hogy mi fog kisülni ebből az egészből, de nagyon boldog lennék, hogyha megosztanátok ezt a videót másokkal is, vagy egyszerűen csak mesélnétek arról, hogy lesz ez az adománygyűjtési lehetőség. Én előre is nagyon szépen köszönök minden egyes csomagbetétet, amit adományozni fogtok. Ez a gyűjtés tényleg csak a ti segítségetekkel jöhet létre, és tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki úgy dönt, hogy segíti ezt az adománygyűjtést. Természetesen be fogok számolni arról, hogy milyen eredménnyel zárult ez az adománygyűjtés, azt még nem tudom, hogy hol, mikor és milyen formában, de mindenféleképpen tájékoztatni foglak titeket róla. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó, legyen szép napotok, sziasztok!